Itt van az a karikatúra, amellyel megpróbáltam ide csalogatni a tisztelt közönséget. A karikatúra az egy olyan műfaj, meg úgy általában az ironikus, szatirikus művészet az akkor kiváló, hogyha valami apró, a mindennapoknak ellentmondó, vagy abban nehezen összeilleszthető jelenséget, azt aránytalanul felnagyít. Hát itt ez a karikaturista nagyon alaposan megértette ezt, mert a Fischbach professzorhoz belépő kolléga, aki megjegyzi, hogy ez az új kölcsönhatás, amit Fischbach professzor feltételez, hogy a gravitációval együtt, a nehézkedéssel együtt hat, az az ő rajzán nem csak hogy együtt hat, és nem csak ellentétesen hat, hanem ellentételezi, ki is egyenlíti, sőt, túl is halad, meg is haladja a tömegvonzást. Én fizikusként még annyit hadd tegyek hozzá, hogy még az is jellemző, hogy annak haladja meg, annak a személyére való hatásában haladja meg az új effektus azt, amihez képest felfedezték, aki felfedezte. Az, aki még csak olvas róla és érdekesnek tartja, az még úgy tűnik, hogy nem került a hatás alá. Ez igen gyakran fordul elő a tudományban, úgyhogy még talán ez is igaz. Na most miről is van szó? Mint látják, 1986-ot írunk, és ez egy január 20-ai, az akkori leghatásosabb, legnagyobb, legnépszerűbb amerikai hetilap magazinnak a január 20-i száma, de már január 8-án a New York Times-nak a címoldalából, kicsit össze van vágva, nem így nézett ki, de ezek mind a címoldalról jövő részletek, ott olvashatta az érdeklődő olvasó, néhány 10 millió ember, úgy világszerte, mert a New York Times-t az elég széles körben olvassák, hogy az univerzum ötödik elejére utaló észrevett utalások kihívást jelentenek Galilei által találtaknak. Tehát rögtön akkor láthatjuk, hogy itt valami világrengető dologról van szó, mert Galilei az a modern tudomány egyik legfontosabb alakja, akinek a konklúziója, mozgása vonatkozólag alapvetően ma is mindannyiunknak a fizikába és a fizika alkalmazásaiba bevezető tanulmányainknak az alaptétele. Le is rajzolják, hogy mi is az, amit Galilei talált. Hát akkor kezdjük a misztikumok eloszlatásával. Galilei ugye az 1600-as évek első felében volt aktív. A fő művét, az összefoglaló művét az 1634-ben tette közzé, és ott tárgyalta a testeknek a nehézségi erő hatására történő esését. De soha ezt a pizai ferde toronyból történő különböző nagyságú, különböző anyagmennyiséget, tömeget hordozó testeknek a leejtését és azoknak a földet érése egyidejűségére vonatkozó kísérletet ő nem végzett el. Nem is kellett, mert már az 1500-as éveknek a végén, mind Itáliában, mind azon a területen, amit ma Hollandiának hívunk, Németalföldön, többen is elvégeztek ilyen kísérletet, például a Németalföldön,
azt csinálták, hogy egy 30 láb magas toronyból ejtettek le különböző tömegű testeket, az egyik kísérletező, a másik pedig háttal állt, és a hanghatást, a puffanást, annak az egyidőségét észlelte, és kijelentette, hogy úgy tűnik, hogy Arisztotelésznek nincs igaza, mert a nagy görög filozófus volt az, aki azt a sokáig megkérdőjelezhetetlen igazságot, hogy a nehezebb testek gyorsabban esnek, ezt rá kényszerítette sok évszázadon át a kutatókra, mindaddig, míg nem jött el a kísérletezésnek a korszaka, és ezt megcáfolták. Úgyhogy ma mindannyian úgy gondoljuk, és vannak ilyen híres kísérletek a hold felszínén, amelyek ugyanebben az irányba mutatnak, hogy a testeknek az esése az független attól, hogy milyen minőségű testet, és hogy milyen nagyságú, milyen anyagmennyiséget tartalmazó testet ejtünk le. Tehát a kihívás, hát nem Arisztotelész értelemben, de pont azt a kérdést veti fel, hogy tényleg igaz ez? Itt látnak egy fiatal ember, hasonlít a rajzra, ő Efraim Fischbach, aki 1988-ban oly mértékben meg volt győződve, és oly mértékben izgatta, hogy az ötvös Lorand és kísérletező társai által elvégzett mérések újra elemzéséből nyert következtetése az igaz-e, hogy eljött Magyarországra, és több héten át próbálta tanulmányozni, hogy milyen körülmények között történt a kísérlet elvégzése. Ott dolgoztam edzőtájban a Puskin utcában, a D-épületben, ahol ötvösnek a kísérletet végezte. Izgatottan keresgélték, hogy pontosan hol is volt a helye, milyen tárgyak vették körül, hogyan módosíthatta a környező tárgyaknak a vonzó hatása ezt a kísérletet. Elment Tihanyba is, mert abban az időben az ötvös ingákat a Geofizikai Intézet egy tihanyi megfigyelő állomáson állította ki szépen egymás mellé, és ott készült ez a fénykép róla. De, és itt tetszik látni, hogy Fischbach mindig mondja, hogy nem ő adta ezt a nevet, hanem a New York Times újságírójától származik az a megnevezés, hogy ötödik erő. Hát ha ő ötödik erő, akkor most nekem mondanom kell gyorsan egy szót arról az első négyről, amelyet mindmáig úgy gondoljuk, hogy alapvetően az anyag legkisebb mikroszkópikus méretű részei közötti kölcsönhatásokban is megnyilvánul. Hát az első erő az maga a tömegvonzás, amely tömegvonzást a Földet nap körüli pályán tartó erőként Newton vezette be. Tehát kifejezetten csillagászati skálákon, méretekben történő mozgásokra nagyon sikeresen alkalmazta, meg tudta vele magyarázni a Föld és a többi bolygónak is a mozgását, de az, hogy ez egy univerzális kölcsönhatás, olyan, amit az előbb mondtam, hogy az anyag kis darabjai között is hat, azt még várni kellett jó 100 évet, még Henry Cavendish elvégezte, demonstrálta, bemutatta látható módon azt, hogy földi méretű, ember által megfogható méretű testek is vonzzák egymást. Ehhez egy torziós mérleg nevezetű mérőberendezést használt. Ezt a torziós mérleget itt Magyarországon mi torziós ingaként szoktuk emlegetni. Én itt áthúztam, de persze attól még továbbra is
ha nem előadást tartok, én is ingaként fogom emlegetni. Ez valójában nem leng, a torzió az ugye a csavarást jelenti, tehát ez egy csavarással a ráható erőt ellensúlyozó eszköz. Na nézzük meg, itt van Cavendish eszközének a rajza, eredeti publikációjából, könyvéből van átmásolva. Hogy is néz ez ki? Hát először is itt tetszik látni egy vékony szálat. Ő a torziós szál, amelyet, hogyha megcsavarnak, mindannyian valami tapasztalattal rendelkezünk erről, akkor az próbál visszacsakarodni, visszatekeredni, ellenkező irányú forgatóhatás fejt ki. Ennek a végére egy ilyen kereszt felfüggesztésben egy rúd van. Itt próbálom mutatni a mutatóval, egy rúd van függesztve, és a rúdnak a két végére egyenlő távolságra a közepétől van ez a két kicsi tömeg ráfüggesztve, amely egészen olyan, hát itt ugye egy sík ábrát látunk, hogy ha a valamilyen hatásra elfordulhat ez a keresztrúd, és elfordulhatnak egy kicsit az eredeti egyensúlyi helyzetükhöz képest maguk a, így módon a végére tett kis tömegek is. Ez a mérleg. Mit mér meg ezzel? Itt tetszik látni, hogy felhúzhatóan van egy másik ilyen felfüggesztett két rúdnak a két végére rakott nagy tömeg, vagy mai egységben ezek ilyen 20-25 kg-os ólomtömbök, ólomgolyók, amiket fel lehet húzni, és utána, amikor beállt, felhúzott állapotban, beállt az egyensúlya ennek a csavarási mérleg végére rakott két kis tömeg megtalálta, hogy hol van egyensúlyban, akkor szép lassan az egyiket látják, hogy elé, a másikat meg egy kicsit a másik test mögé rakják. Annak érdekében, hogy légellenállás, hőmérsékleti viszonyok ne zavarjanak, ezért itt láthatóan egy légritkítással, ha nem is mai értelemben lett vákumot, de határozottan egy olyan környezetet hozott létre, ahol az elcsavarodásra a döntő hatást, a idealizáltan kizárólagos hatást ezeknek a tömegeknek, a W-vel jelzett tömegeknek az erőhatása okozta. És láss csodát, ezek a beeresztés után szépen odafordultak a kis tömegek a nagyokhoz, az ő vonzerejüket mutatta ezt ki. Ezzel vált igazándiból, ezzel az evidenciával, ezzel az érvel, nyilvánvalóan ez nem egy matematikai bizonyítás, végtelen sok fajta módon lehet próbálkozni, de ez meggyőz bennünket arról, hogy a Newton által a naprendszer bolygóira kozmikus méretekben feltételezett erőhatás, az jelen van akkor is, hogyha közönséges testeket nagyjából emberi skálájú, súlyú méretű, geometri méretű testeket hozunk egymás közelébe. Ez tehát az első univerzális kölcsönhatás. Második. Majdnem ugyanabban az időben, mikor Cavendish, de tőle függetlenül egy francia úri ember, Charles Augustin de Coulomb, azzal foglalkozott, hogy a itt lévő fiatalok még emlékeznek, az öregek meg ma is felelejtik, hogy a róka szörrel megdörzsölt rúdra rávihető, a rúd végén lévő gömbre rávihető
statikus elektromosságot, amelyik vonzani kezdi a környezetében lévő, nem fogok belemenni, hogy minek révén a környezetében lévő tárgyakat, hogy ennek a hatásnak tanulmányozza, hogy mi lehet a forrása. Ennek a forrását ma úgy hívjuk, hogy a testeknek, a megdörzsölt testeknek elektromos töltésük lesz. Hogy jött erre rá Coulomb, hogy ilyen van? Hát neki is természetesen egy torziós mérlege volt, itt a szál, itt van alul a keresztrúdon a két egymással egyensúlytartó fémgömb, és itt van egy kis lyuk. Ezt is ő megszívta, hogy végül es legyen idézelben a tér körülötte. Itt van egy lyuk, amiben miután megdörzsölte a tehát elektromosságot vitt rá, elektromos állapotba vitte ezt a gömböcskét, szép óvatosan leengedte ezt a eszközt úgy, hogy hozzáérjen az egyik gömbhöz, fénygömbhöz. Hát ha összeér a két fénygömb, akkor az elektromosság egy része átmegy. És akkor abban a pillanatban, amikor hozzáért, a két azonos elektromos töltéssel rendelkező objektum elkezdte erőhatással bírt egymásra, széttaszította egymást. Ez oké, hát akkor mind a kettő töltött állapotnak el. Hogy lesz ebből tudomány? Úgy, hogy utána kivette, és még egyszer megdörzsölte, feltételezte, hát ma már egy kicsit mosolygunk rajta, de ezek nagyon szép gondolatok. Feltételezte, hogy a dörzsölése pontosan ugyanabban az elektromos állapotban hozzá. És akkor még egyszer bevitte, és megint hozzáérintette. Mi az eredmény? No, ki mondja, hogy mi az eredmény? Az előzőhöz képest az elektromos állapot az hányszorosára változott meg. Töltve volt először, másodszor ugyanúgy összeérintem, és feltételezem, hogy amit odáérintettem, az ugyanolyan, akkor azt várjuk, hogy ugyanakkor a töltés került rá. És így azt várta, hogy kétszeresére, pontosabban nem várta, hanem ezzel a gondolatmenettel még tovább játszva, mindenki el tudja képzelni, hogyan, rájött arra, hogy van valami olyan tulajdonság, ezt hívjuk már elektromos töltésnek, amellyel arányos az a taszító erő, ami létrejön. Ma egyébként ezt az erőt ugye mi fizikusok egyszerűen Coulomb erőként emlegetjük. Ez az elektromos kölcsönhatásnak, az elektromos erőhatásnak az első megnyilvánulási formája, és az, hogy mi itt vagyunk, az ennek köszönhető, mert az anyag stabil állapota az elektromágnesesen kölcsönható pozitív töltésű atommagok és körülöttük lévő elektronfelhőnek az elektromos kölcsönhatásán alapszik, plusz kvantummechanika, hogy az egész dolog ne essen össze. De az alapvető hétköznapi világunknak a legfontosabb ereje az elektromos erő. Ez jóval erősebb, mint a gravitáció. A Richard Feynmannak a nagyszerű, sokrészes a fizika alapjainak egészét lefedő előadás sorozatában van egy hasonló, ami azt mondja, ami megmagyarázza azt, hogy azért mi itt egymást így állítás közébe megyünk, nem taszítjuk. Hát lényegében nincs köztünk erőhatás. Miért? Azért, mert a bennünket alkotó anyag és minden stabil anyag elektromosan semlegessé válik. Hát azt mondja Feynman, hogy ha ez nem így lenne, hanem két ember kartávolságra állna egymástól, és mindegyiküknek, a mi anyagunknak, az én 80 kilómnak 1%-a az nem kompenzálódna, nem egyenlítődne ki, hanem egy kicsivel több negatív töltés
lenne rajtam, és ugyanúgy az a kolléga, aki hajlandó odaállni mellém ugyanezzel az 1%-nyi elektrontöblettel, akkor akkora taszító erő lépne fel kettőnk között, amellyel fel lehet emelni az egész Földet. Hát ezt aki akarja, próbálja kiszámolni, ki lehet számolni, és tényleg valami hasonló jön a nagyságrendűleg ki. Tehát ez egy nagyon erős kölcsönhatás a gravitációhoz képest. És akkor el kellett tennie egy olyan, hogy mondjak, 150 évnek, el kellett jöjjön a magfizika kora, amelyben két új kölcsönhatás, a harmadik és a negyedik, szinte egy időben felfedezésre került. Én nem az egyiknek, az elsőnek, a gyenge magerőnek, a Enrico Fermi volt a megfogalmazója. Ő mondta ki, hogy van egy ilyen kölcsönhatás a proton és egy másik proton között, vagy általában az anyagalkotó részei között. Én nem azt a reakciót rajzoltam ide, felmásoltam ki, amelyikben a felfedezés történt, hanem egy olyan reakciót, amely abszolút fontos, már megint ahhoz, hogy mit lehessünk, ezt a reakciót, amelyel a nap működik, amelyel a nap termel, legalábbis az egyik legfontosabb reakció. Ez az, a napot alapvetően hidrogén alkotja, tehát abban vannak protonok, mert a hidrogén magja az egyszerűen egy darab proton. A fúzió az valahogy azt jelenti, hogy ebből összeolvadással épülnek fel nagyobb és nagyobb összetettségű atommagok. Hát igazándiból olyan sokáig nem kell várni, mert itt látják a végállapot, az két darab protonból és két darab neutronból álló, igen stabil atommag a hélium. Valójában a héliummal történő égetés adja meg a napban folyó energetikai folyamatokat, amelyből aztán fotonok és neutrinok formájában távozik az energia, kisugárzódik az energia. Na mostan ez a folyamat senki nem hallott, aki egy kicsit utána járt a dolognak, hogy lenne olyan atommag, ami kettő darab protonból áll. Ilyen nem tud létezni. Valójában az kell, hogy a két proton, amelyik ütközik, azból az egyik átalakuljon neutronná. És ez a folyamat, amely közben egy neutrinó, meg egy pozitron, egy pozitív töltésű ikre az elektronnak sugárzódik ki, ez az a folyamat, amellyel a deutérium, deuteron mag létre tud jönni, ez a gyenge kölcsönhatási folyamat. Enélkül, ha ez nem lenne, nem tudna működni, pláne nem azon a hosszú időskálán, amelyen a nap élni képes, és bennünket energiával tud ellátni. Utána már tényleg az történik, hogy ez a deuteron találkozva egy protonnal a forró nap anyagban, nukleáris anyagban, akkor tritium maggá alakul, és két tritium, amikor itt az alsóágon ugyanez van lerajzolva, két tritium már úgy, hogy megszabadul egy-egy protontól, már össze tud olvadni héliummá. Ez egy alapvető folyamat a mi egész környezetünk, Földünknek az egész környezete feltételezi, hogy legyen ez a kiinduló lépés, a gyenge kölcsönhatási lépés. Két évvel később Hideki Yukawa volt az, aki azt mondta, hogy jó, de hát azért azt meg kell magyarázni, hogy miért tud együtt maradni, hát itt fel van rajzolva, két neutron és két proton. Hogy tudnak ezek együtt maradni, mikor hát itt egy kicsit más sikerült kirajzolnom, egy tritium magot, meg egy deuteron magot, nem két tritium magot, de ez talán nem annyira zavaró.
ezek pozitívan töltött atommagok. Az ő elektromos hatásuk, a kulomberejük, az messze kigyúlik a magokon túlra, ez van itt rajzolva, ezért mikor ezek közelednek egymáshoz, akkor az elektromos taszítás az legyőzi, és szétveti az egészet, ha csak nincs elegendő nagy energiája ennek a két magnak, hogy egészen közel kerüljön. Na de ha egészen közel kerül, akkor fel kell lépjen már egy olyan erő, ami együtt tartja őket. Ezt vezette be erős magerő néven Hideki Yukawa, és ennek a két erőnek, az elektromos taszításnak és az erős magerőnek a harca az, amely valójában a magfizikai folyamatokban szerepel. De ezeknek a hatótávolsága egészen más. A hélium atomnak az elektron felhője nagyjából egy angström átmérőjű, ehhez ki, ami femtométerben, a méternek iszonyú sok kad részében, trilliomodi részében 100 000 egység. És ezek a magok pedig egy femtométer nagyságrendűek. Tehát a ható távolsága a kétfajta kölcsönhatásnak nagyon különbözik. És ez az az érdekes kérdés, amelyért még egy kicsit taglalnunk kell, mert fontos szerepe van, mert kapcsolat van a kvantum elméletben az erőhatások mögé gondolt mechanizmus és a kölcsönhatás hatósugara között. A kvantum elmélet szerint az erő az nem egy eleve adott tulajdonság, hanem az erőteret alkotó részecskék, az elektromágneses erőteret fotonok alkotják. Az elektromágneses erőhatás, a kulomberő, az a kvantum elmélet szintjén fotonoknak az állandósult cseréje a két kölcsönható, két elektromosan töltött objektum között. Az erős kölcsönhatásnál pedig Yukawa feltételezte, hogy egy hasonló folyamatos csere van, és ennek a lebonyolítására azt mondta, hogy kell, hogy létezzen egy újabb részecske. Yukawa azt jósolta, hogy az atommag alkotó részei közötti erőtér kvantumának a tömege nagyjából az elektron tömegének, amit akkor már jól ismertek, a 200-szorosa lesz. Miért jósol? Hogy jött erre a jóslatra? Oda azért jött rá, mert az derült ki a kvantumelmélet egészen alapvető tulajdonságainak a vizsgálatából, hogy az erőhatást létrehozó, közvetítő részecskék tömege és a hatótávolság között fordított arányosság van. Ha a foton nulla tömege, amit így mindig mondani szoktunk, az azzal van párhuzamba, azzal szinoníma, azzal azonos kijelentés, hogy az elektromos kölcsönhatásnak a hatósugara végtelen. Elnyúlik a végtelenbe, ha csak nem árnyékolja le egy másik ellentett töltés. A gravitációs kölcsönhatásról a Newton törvény alapján, ami nagyon teljesen azonos alakú, mint a Coulomb törvény, azt gondoljuk, hogy az is végtelen hatótávolságú. Soha senkinek nem sikerült még a gravitációs kölcsönhatást közvetítő kvantumot észlelni, de ha létezik, akkor biztos, hogy az nulla tömegű kell legyen a végtelen hatótáv miatt. Miután az erős erőtér hatósugara, na itt vettem a fáradtságot, leírtam azt a nagyon sokat részét a méternek, sok nullával a tizedesben, amekkora az atommag, az az atommagon kívül már nem hat. És ennek
ami megfelel, az egy nagyjából az elektron tömegének 200-szorosával jellemezhető részecske. Ez volt Yukawa jóslat 1935-ben, amit 1947-ben fel is fedeztek. És akkor most ez a nagy kérdés, most már mindenki remélem sejti, hogy azt kérdezzük meg magunktól, egymástól, hogy létezik-e további alapvető kölcsönhatás. Ezt itt Debrecenben is meg szokták kérdezni. Mégpedig olyan kísérleteket végeztek itteni kollégák 3-4 évvel ezelőtt, amelynek eredményeképpen arra jutottak ki, hogy létezik egy eddig ismeretlen, a pionnál, ennél az elektron tömegénél 200-szal nagyobb tömegű részecskénél 8-szor kisebb, nagyjából 8-szor kisebb kvantum. Ők ezt a részecskét vették észre a saját méréseik szerint, és akkor azt kérdezik meg, hogy jó, de hát hogyha van ez a megfeleltetés, akkor ennek meg kell feleljen egy új erőtér. Hát itt van az a publikáció 2016. januárjából, ami elég sokakat mozgósít manapság. Ők már bizonyára a mennyezet felé, lábbal felfelé sétálnak, amikor éppen mérést végeznek, mert ők nagyon megnézték ezeket a részleteket, de a tudományos közösség még a földhöz ragadt, és még elképzelhető, hogy sok évi ellenőrzés munka vár a tisztelt kollégákra. Akkor most már ott tartunk, hogy vannak kölcsönhatásaink, de még nem tudjuk, hogy hogy jött az az ötödik erő, ami ötvöstölő. Hát arról hadd nyugtassa meg a tisztelt kollégákat, hogy nem a debreceni irány az, amiben ötvös jelzett, mert a debreceni kollégáknál az, hogy a pionnál 8-szor kisebb a tömeg, az azt mondja, hogy jó, akkor 10-szer nagyobb a hatótávolság, mint ami a szokásos pionok által közvetített erő, de hát az még mindig iszonyú mikroszkopikus. Ötvösnek a kísérleteiből arra következtetett Efraim Fischbach és néhány munkatársa, hogy olyan méteres, 100 méteres hatósugarú extra erő létezik. Na most akkor nagyon gyorsan. Ötvös, és nem fogom az animációt megmutatni, mert közben nézem az oldalt. Ötvös 40 éves volt, ez is egy érdekes dolog, hogy a fizika az nem feltétlenül, vagy általában a tudomány nem feltétlenül a fiatal zseniknek a szintere, a színpada. Ötvös 40 éves korában jutott el odáig, hogy elkezdett egy olyan labormérést, amit az ő laborában egykor szereplő eszköznek, mérő vagy demonstrációs eszköznek a rajza is mutat, olyan mérést csinálni, amiben nézte, hogy hogyan lehetne a Cavendish-féle torziós mérleget finomabb kijelentésekre használni. Itt van az ötvös torziós szálja, ott bent ebben a tartó szerkezetnek a belsejében van elhelyezve az a kis keresztrúd, aminek a végén a két kis tömeg, és akkor itt van az a két 25 kilós ólomgolyó, amit a labormérést végző diáknak, amikor beáll így, ahogy itt le van rajzolva az egyensúly, át kellett kereszt irányba rendezni, tehát így valahogy, és meg kellett néznie, hogy elfordul-e, vagy nem fordul-e. Természetesen elfordult. Ez egy labormérés volt, állítólag 1910-es években valahogy megszűnt, ma sincs ilyen mérés a Ötvös Egyetemi Laborban. Ötvös azonban tovább lépett, és azt mondta, hogy hát itt nem csak egy ilyen demonstrációs eszköz kell neki, hanem felépített két hosszú ólom téglágyból álló falat, és közé helyezte el ezt a torziós mérleget. Egyszer az egyensúlyi helyzetet
a falakra merőlegesen, egyszer meg a falakkal, az itt nem látszik, párhuzamosan állította be, majd egy kicsit meglökte a két esetben, és mérte a lengés időt. Ötvösnek a hétköznapi zsenialitása abban van, hogy ebből az egyszerű mérésnek az elemzéséből rájött, hogy egyszerűen a két lengés időt, ha nagyon pontosan méri, a különbségéből meg lehet határozni Newton gravitációs állandóját, tehát azt, hogy milyen erős a gravitációs kölcsönhatás erősségét. Egészen az 1950-es évekig ötvös mérése volt a legpontosabb meghatározása. És utána itt van az a felvétel, amit én készítettem a budapesti ötvös emlékgyűjteményben. Ez az az eszköz, amellyel ötvös Lorand, most ugrunk, mert ezt mégsem mutatom be, mert nincs idő, ötvös Lorand elkezdte használni a két végén lévő testre, próbatestre ható súlyerőnek az esetleges eltérését arra, hogy finoman feltérképezze részben a környezetnek a gravitációját, illetve meggyőződjék arról, amit Galilei mondott, hogy a súlyerő, a vonzás, a megvonzás, az független az anyagi minőségtől és független a mennyiségtől. Ugyanis ötvös rájött, hogy amikor mi ráállunk a mérlegre, hát mindenki rájön, csak ő ezt ki is használta, amikor ráállunk a mérlegre, akkor mi nem a tömegvonzással nyomjuk a mérleget pusztán, a túlnyomó rész, ez a nyíl azt mutatja, hogy a tömegvonzás erő ad. De miután a Föld forog, omega az a forgásnak a szögsebessége, ezért van a centrifugális erő is. Persze nem repülünk le, egyensúlyban vagyunk a Földön, és ennek a két erőnek az eredője az, amely valójában a nyomó hatást jelenti. Na most, ha például egy ilyen ingát, itt van egy ilyen ötvösféle, ez még nem a végső alap, de ez már az ötvös által használt torziós mérleg. Kelet-nyugati irányban orientálunk, akkor ennek a két erőnek, a centrifugális erőnek és a középpont felé, föld vonzó középpontja felé mutató gravitációs tömegvonzási kölcsönhatásnak az eredői érzi mindkettő. Beáll egy egyensúly, ha ezek a testek teljesen ugyanazt észlelik, akkor ha megcseréljük a kettőt, nem történhet semmi. Na de, mi van akkor, hogyha a forgás ugyanakkor a tömegeket veszünk, akkor rájuk a centrifugális erő ugyanaz. De mi van akkor, ha az egyik más gravitációs erősséget észlel, mint a másik, ez az a G meg a G vesző, ez mutatja, hogy esetleg, hát ez eltúlozva, a két erő nem ugyanaz. Akkor a két erőnek az iránya nem ugyanaz. Az azt jelenti, hogy mikor rárakjuk, egy kicsit más az irány, akkor lesz egy kis forgató nyomaték, egy kis forgató hatás. Beáll az egyensúly. És most megcserélem a kettőt, mármint nem én, hanem ötvös és munkatársai, akkor a helycsere miatt a másik irányba akarja forgatni. Ellenkezőjére változik a hatás. Ezért az a kis tükör, amit sárgával van jelölve, az megváltoztatja a szög, a rávetülő fénynek a visszaverési irányát, és a szög különbséget iszonyú nagy pontossággal le lehet olvasni. Tehát a próbatestek felcserélése az érzékenyen reagál arra, ha nem ugyanaz a azonos tömeghez, de különböző anyagminőségből készülő próbatestekhez tartozó tömegvonzási hatás. Ezt a kérdést nem ötvös
tette fel először, hanem Newton, amikor a mechanikának az alap művét megírta, annak az első definíciójában az szerepel, hogy igen, akkor itt van pendulorum accuratissime instituta, az intézet legpontosabb, valóban ingájával különböző minőségű anyagokra elvégezte, megmérte az ingának a lengés idejét. És a lengés időknek az azonosság alapján azt állította, hogy legfőjebb a kétfajta súlyerőnek az eltérése, relatív eltérése, tehát az átlaghoz képest a különbségük, az egy rész lehet az ezerben. Ezt Friedrich Bessel csillagász matematikus az 1800-as évek elején megjavította. Ötvös viszont azt mondta az 1880-as években, amikor ebbe a kísérlet sorozatba belkezdett, hogy ő olyan pontossággal akarja tudni ezt a különbséget, amilyen pontossággal súlyt lehet mérni. Mert hogyha kisebb pontossággal tudom, akkor a súlyt, amit akkor milliomod pontossággal lehetett megmérni, ha át akarom a másik típusú, a centrifugális erőben szereplő tömegbe számítani, ha kisebb a relatív pontosságra vonatkozó állításom, akkor arról a másik típusú tömegről nem tudok ugyanolyan pontos állítást tenni. Ezzel a motivációval és azzal a béréssel, aminek elmondtam gyorsan az ötletét, a stratégiáját, ezen két éves mérés sorozattal a Besseli egy az 50 ezerhez való pontosságot egy a 20 milliómodra tudta javítani. És aztán még egyszer külső hatásra, egy díjkiírásra reagálva, még egy nagyságrenddel egy a 200 milliómodra változtatta ezt. Ő, csak hogy érdekességként lássák, a legkülönfélebb anyagokat tette a két végére a mérlegnek, vizet, rezet, platinát, kristályos és oldott részszulfátot, egy ötvözetet, valamit, ami itt van valahol slángen volt, kígyófa nevűt, és így tovább. És itt tetszik látni, hogy a relatív különbség egy átlaghoz képest a különböző anyagokra 10 a mínusz hatodikon szor valamennyi volt. Úgyhogy ebből alakult ki az az 1 a 20 milliómod, illetve a később az 1 a 200 milliómod pontosság, amit a ötvös Pekár és Fekete publikált. Miért lett ez nagyon híres, mikor hát semmi más nem történt, mint valamit, amit Newton is tudta, hogy ellenőrizni kell, ötvös nagyon pontosan megnyert. Annyira híres lett, hogy Einstein ötvöshöz írott levelében megemlíti, hogy a levélben, hogy még egyszer, sokadszor kifejezi tiszteletét azért a teljesítményért, amit ötvös mutatott. Miért? Azért, mert a newtoni gravitációs elméletet általános alapokra helyező einsteini gravitációs elméletben ez egy posztulátummá vált. A kétfajta tömeg közötti kapcsolatnak az anyagi minőségtől és a tömeg nagyságától való függetlensége. Jó, ez volt 1918-ban. Mi történt 86-ban? 86-ban, és akkor most már befejezem, 86-ban az történt, hogy az előbb felsorolt anyagokra, például itt van legalul a víz és a rész, aztán a részszulfát, rész, mért különbséget, az átlagtól volt az előbb az eltérés, most egymáshoz képesti különbséget, Fischbachnak eszébe jutott, hogy valami érdekes mennyiségnek, amit ő hipertöltésnek nevezett el, függvényébe ábrázolja. Egy olyan mennyiségnek a függvényébe, amely mikor ötvös végezte ezt a kísérletet, akkor még
nem is tudták, nem is szerepelt a fizikában. Mert nem tudtunk protonról, meg neutronról. Tehát nem lehetett olyan kérdést feltenni, hogy az ötvös mérése, mérési eredményei hogyan függ azoknak a mért anyagfajtáknak a egységi múlni, mennyiségében lévő protonoknak és neutronoknak a számától, amit 1900, mondjuk a neutronokat belevesszük, 1932-ben jöttek rá, hogy ez létezik, és a kettőt együtt ma úgy hívjuk, ugye, hogy barionoknak a száma, a nehéz elemi részecskéknek a száma. Ilyen kérdést, ötvösék, ilyen elemzést nem végezhettek, de Fischbachék szép gondosan megnézték ezeket az anyagokat, megnézték a molnyi tömegüket, és a bennük lévő magfizikai összetétel, tessék elképzelni, milyen nehéz volt ezt a kígyófára, ezt az elemzést elvégezni, de elvégezték, kémikusokat befogtak, és elvégezték még a kígyófára is, hogy molnyi anyagában mekkora a proton és neutron, vagy ahogy tetszik, a barionoknak a száma. És nem azt kapták, hogy a különbségek függetlenek tőle, ráadásul, mint amit különbségek voltak, akkor nullát kellett volna nagyjából ingadozással kapni, hanem egy gyönyörű egyenest kaptak. Na, akkor lehetett menni a New York Times-hoz. Nem ők mentek, hanem a New York Times ment hozzájuk. Mert ez azt jelenti, hogy itt van egy szisztematikus függés. És azt már nem, nyilván ebben az előadásban se fér bele, de nem is gondoltam, hogy elmondanám, nem kell ehhez időhiány, hogy ez azt jelenti, hogy ez a kölcsönhatás, ami egy ilyen szisztematikus kölcsönhatásként jelenik, szintetikus effektusként jelenik meg, ez azt jelenti, hogy itt van egy erő, aminek a töltéshez hasonló jellemzője az egységi tömegre jutó barionoknak a száma, protonoknak és neutronok száma. Na, ettől felbújdult a világ, most fogom befejezni. Igazság szerint már ezt megelőzően is, ugye 86-ról volt szó az előbb, hogy akkor jött az ötödik erő, ezt megelőzően is voltak, akik ötvös eszközét tökéletesítették a kor technikai színvonalán, mind a két felén a különböző rendszerű világnak, és nagyon erősen meg is javították azt a pontosságot, amivel az a Galilei eredeti állításának az igazságát bizonyították. Igen ám, de ezek a kísérletek azért, hogy a pontosságban javítsanak, nem a Föld felé történő esésnek az azonosságát, hanem itt van ez egy furcsa alakú inga vagy mérleg, itt van az egyik, és itt van a másik két, ez egy háromszög torziós mérleg, amit a Roll, Krotkov, Dicky, Princeton használták, de ők azt nézték meg, hogy ezek a testek a nap felé egyformán esnek-e, vagy sem. És azt találták, hogy nagyon nagy pontossággal egyformán esnek. Na de ha különbséget akartak volna találni, akkor, és tegyük fel találna, akkor ők a Föld-nap távolságban ható távolságú erőt fedeztek volna fel. A Fischbach és kollégái azt mondták, hát elég durvák ezek a mérések, hogy 10 és 100 méter között van. Tehát új méréseket kellett indítani. Hát ezt valaki megkérdezhetné. Ez volt a 20 éven át mért egy csoport, amelyik vállalta ötvösnek a hagyatékát, az ötvösi munkának a tiszteletét, és fokozatosan azon túl, hogy az eltérést még ők is újabb és újabb nagyságrendekkel szorították nullához, egyidejűleg ők olyan méréseket végeztek, hogyha egy méternél nem rövidebb, hosszabb a hatótávolság, akkor ők látták volna ezt az ötödik erőt, de nem találták nyomát.
Jelenleg fent van egy francia műhold, amelyik őhozzájuk képest, 5-ösnél itten 10-9 volt, őhozzájuk képest még egy újabb nagyságrenddel egymáshoz szorítja a kétfajta tömegnek az univerzális arányosságát, de még mindig az a kérdés, hogy esetleg nagyon gyengén, de mégis ott van az ötödik erő, az még mindig izgatja a fizikusokat, újabb és újabb kísérleteket képzelnek el. Itt van, amit nem mondok el, hogy milyen kísérleteket képzeltek el és valósítottak meg arra, hogy az ötödik erőt valami trükkös módon lássák, ezt is nagyon szívesen elmondom, de azért mutatom, hogy a legutolsó erre vonatkozó publikáció az tavalyi. Tehát amit szeretnék zárásként mondani, hogy Eötvös Loránd-nak én Fischbach professzort azért tisztelem mértéktelenül, mert újjáélesztette az Eötvös Loránd kísérletének a mai fizika szempontjából a jelentőségét és az erre vonatkozó kutatásoknak a folytatását elhozta magával. Úgyhogy Eötvös Loránd tudománytörténeti jelentőségét, ha valaki tőlem megkérdezi, akkor nyilvánvaló, hogy ezek a nagyon nagy pontosságú gravitációs mérések úttörőjeként, aki nem gondolt még Einsteinre, nem gondolt ötödik erőre, ő Newton alapelvét akarta igazolni, vagy éppen a sérülését észrevenni, és nagyon nagy pontossággal elsőként foglalkozott ezzel a kérdéssel. Aztán ezt a mérési elvet, ahogy itt gyorsan a végén mutattam, egy évszázadon át újra meg újra egyre modernebb technikával, de ötvös típusú kísérleteket végeztek, és ma a nagy hatótávolságú, tehát nem a mikroszkopikus atomfizikai, szubatomi világban ható erők keresésében, hanem az esetleges ilyen 100 méter, 1000 méter körüli hatótávolsággal rendelkező új elemi kölcsönhatás keresésére ma is az egyik legfontosabb eszköze. Ez azt remélem, aki egy kicsit képes empatikusan nézni, azt mutatja, hogy idén nem egy múzeumi viasz figura előtt hajtunk fejet, hanem egy élő kutatási iránynak az elindítója, akinek természetes módon a saját korában lévő gondolatmenete a mai gondolatmenetnek csak a gyökere. De olyan gyökér, ami nélkül a mai korban folyó alapvető kölcsönhatások utáni vadászat nem jöhetett volna létre. Köszönöm szépen. Ez a mérés, ami itt van, ez egy pozitív eredmény, egy igazolása annak, amit a Fischbach és társai javasoltak. A Brookhaveni gyorsítónál dolgozó Peter Tiberger gondolt arra, hogy hát hogyha a legnagyobb különbség ötvös szerint az eltérés, ugye a víz és a réz között van, akkor készít egy ilyen kis kapszulát, reményletesen egy kapszulát, ez nem ez a víz. Kapszulát, amiben egy víztartály van, vízzelteli tartály, és abba belerak egy lyukas részhengert, úgyhogy persze ki van töltve, tehát nem tud a víz bemenni, de azért kell lyukassá tenni, hogy a fajsúlya, az átlagos fajsúlya ugyanaz legyen, mint a vízé, és akkor ez lebegni fog. Belerakja, és itt jól látom, mondom, odarakom, lerakom egy helyre, és ott marad. Na de, ha erre a gravitáció másképp hat egy kicsit, mint a vízre,
és nyár van, jó idő van, és a Hudson folyónak a part szakadásánál lévő óriási sziklafal, nem a vízbe, nem, hanem a tövébe elhelyezem ezt, akkor mit fogunk tapasztalni? Tegyük fel, hogy van ötödik erő, és a vízre negatív az eltérés az átlagtól, a rézre pozitív volt az eltérés, akkor minek kell bekövetkeznie? Tessék mondani. Fölfele. Nincs oda? Fölfele. Nem fölfele. Hát jó, alulra. Nem. A sziklától ide helyezte. A szikla felé el kell kezdenie mozogni. És a Tinberger ezt megcsinálta, sajnos azóta senki másnak nem sikerült. Hát volt a Brookhaven-i belső ilyen, nem tudom, atomki hírek, vagy nem tudom mi, KFK-i news, Brookhaven-ben is van egy bulletin, ott ezt lehozták, hogy itt van egy pozitív kísérlet. Hát végül is mi is megtehetnénk, ha éppen hinnénk benne. Itt Budapesten ugye ötös, egyébként hol mutatta ki valaki, olvasott ötvösről, az ötvös mérőeszközzel, amikor ott a múzeum közúton mért. Minek vette először észre a gravitációs extra hatását? Mert azért az a két kis tömeg nem ugyanazt, kicsit távol van, nem ugyanazt a gravitációs erőt érzi, de nem azért, mert ötödik erő van, hanem azért, mert az egyikük közelebb van a Gellért-hegyhez, mint a másik. Tehát kifejezetten le van írva, hogy amikor ott a pincében elkezdték a mérést, akkor kimutatták a gravitációnak, a Gellért-hegy gravitációját. Aztán kicsit később már odáig fajult a finomítás, hogy amikor az Adrián Fiuménél az árapály bekövetkezett, akkor az ebből származó víztömegnek a változása az szintén befolyásolta a torziós mérlegnek a beállását. Tehát ez egy iszonyú finom eszközről van szó. Ez volt az mindmáig az egyetlen mérés, de én szerintem egy nagyon jó pofa ötlet volt. Mutatja, hogy ha az ember komolyan hisz, és akkor egészen egyszerű kísérletnek az ötletevel is, hát, ha jól el van végezve, még óriási sikert is adhatott volna. Nincs máig pozitív dolog. És akkor van még egy dolog, amit most folyamatosan ellenőriznek. Mit jelent az, hogy nulla hipertörtés? Hát nincs barion, nincs proton, nincs neutron az anyagban. Hát azt nehéz elképzelni annak, aki fizikában egy nem eléggé járatos. De szerencsére az itt levők mindegyike 100%-osan járatos, mert ezt a képletet mindenki ismeri. Ez azt mondja, hogy ahol energia van, az egyenrangú, ekvivalens, azonos hatást gyakorol, mintha ott tömeg lenne. Márpedig, ha van a Hold, meg van a Föld, ezek egy olyan rendszert alkotnak, amelyek gravitációsan kölcsönhatva kötött állapotban van, ugye a Hold a Föld körül mozog, és van egy gravitációs kölcsönhatási energia. Na ez a gravitációs kölcsönhatási energia iszonyú pici. A teljes rendszer tömegének milliárdod része. De ez az energia, ez nulla B-vel, nulla proton-neutron számmal rendelkezik, és akkor meg lehet kérdezni, hogy na most akkor ez a rendszer, Föld-Nap, a Naphoz képest együtt esik, vagy esetleg a gravitációs erőtere, a kölcsönhatási energia, az lemarad, vagy előre siet az ötödik erő miatt. Ezt a Dickey nem így fogalmazta meg, de lényegében ezzel ekvivalens kérdést tett fel,
mert megint egy olyan dologról van szó, amire ötvös nem gondolhatott, mert ötvösség még távolhatásban gondolkodta. Nekik nem kellett olyan erőtér, ami közvetíti a gravitációs hatást az egyik testtől a másikon. Ők úgy gondolkodtak, hogy ott van az az erő, ami tetszőleges távolságban hatni tud. Ma erre úgy gondolunk, hogy ott kialakul egy gravitációs erőtér. Tehát ez megint egy modern megközelítés, hogy felvittek tükröket, amelyeket nagy nehézség árán lézerrel addig kerestek, míg szerencsésen néhány fotont visszatudtak róla veretni. Ezek azok a lézertükrök, amiket az Apollo 11, majd később a 14 és 15 űrhajósai elhelyeztek a Holdon, és utána azt vizsgálták hosszú éveken át, 2010, nem értem, de itt van, 2012-ben publikálták a mérés eredményét, hogy mennyire változik a Föld-Hold távolság. Mert ugye, hogyha valahogy a gravitációs kölcsönhatási erőtér az elmozdul a két testhez képest, nem egyformán esnek, nem együtt esnek, akkor ennek deformálnia kell a pályát.